Látsz, látsz, egy slác, kezed fogom, patok partján hozom, gyönyörű dolgom, táncolj velem a belem ment a lányán, lelkünk egybe fog, örömmel járván. Ilencfalva, Ilencfalva, románul Iljeni, németül Illesdorf falu Erdélyben, ma Romániában, Maros megyében. Ilencfalva az 1567 évi regestrumban jelentkezik először nyolc kapuval. Lukafalva néven 1409-ben fordul elő. Eredetileg két különálló falu volt, Ilencfalva és Lukafalva. Lukafalván 1623-ban kápolna vagy templom volt, mert ekkor az ilencfalvi Gyöngyösi Péter a templom jobb ágya lesz, és 1628-ban hasonlóképpen Nagy István is. A fakápolnáról az a helyi hagyomány, hogy egy Lukács nevű szent életű ember építette Szent Lukács tiszteletére, s eredetileg Lukácsfalva lett volna a neve. Ha ennek a hagyománynak van alapja, akkor ez azt is jelenti, hogy a kápolna még a katolikus korban épült. A kápolna helyett 1750 körül, egyenlő távolságra a két falutól, kőtemplom épül. Később, 1780-ban bővítik és a faharangláb helyett tornyot építenek. Más vallású egyház itt nem volt. Az eredetileg katolikus hívek a reformáció óta reformátusok. A 18. század végéig mindkét falu Káposztás Szent Miklós filiája volt. Híveiről a helynevek vallanak, Szőke, Gergely, Felsőrét, Kenderes, Rücse, Szőlőtető, Hegyesél, Csere, Nagyoldal, Tekenyősoldal, Búcsú, Kisáltal, Nagyáltal, Poson, Nagymál. Fekvése. Az E60-as főút Nyárádtő és Ákosfalva közötti elterelő szakaszán fekvő település. A hajdani Maroszék délnyugati részén található, a Nyárád jobb partján. 1941-ben ideiglenesen egyesült Lukafalvával, amellyel teljesen összeépült. Története. 1567-ben Ilencfalva néven említik. Orbán Balázs szerint eredeti neve Kilencfalva volt és eredeti kilenc családjáról kapta a nevét. 1910-ben 453 lakosából 443 magyar volt. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye Marosi alsó járásához tartozott. 1992-ben 418-an lakták, kettő román kivételével magyarok. Látnivalók. Református temploma 1750-ben a 17. században épített kiskápolna helyére épült. Később bővítették és tornyot építettek hozzá. Ismert emberek. Itt született 1862. február 24-én Vásárhelyi Boldizsár református lelkész, egyházi író. Itt született Szász József és Ince Dániel író. A falu népessége 2021-ben 401 fő volt. Magyar lakosság száma 333 fő volt 2011-ben. Az 1900-ban kiadott református egyházi névkönyv, Lukafalváról szólva megemlíti, hogy a falu és a vele társas egyházi kapcsolatban élő Ilencfalva határa nagyban alkalmas konyhakertészet folytatására. Ezt üzikora tavasztól késő őszig az egész lakosság, páratlan odaadással, s ha a termelés eredménye jól üt be, nem csak a tőlük 16 kilométernyire fekvő Marosvásárhely piacát árasztják el termesztvényeikkel, de az ecélból tartott egyfogatúló szekerekkel szépfajú, bőtejelő szarvasmarháikkal, sőt társulva egész vagonokkal szállítják azokat messzebb eső városokba is. E foglalkozásból ragadta két kis községre a lakosai által megtiszteltetésnek vett Murokország fővárosa tréfás gúnynév.
1902-ben szinte-szinte azonos fogalmazású megállapításokat olvashatunk egy, a helybeli egyház által kiadott emlékfüzetben. Semmi különös nincs ebben, mind a kettő Szondi György református lelkipásztor tollából származik. Az emlékfüzetben ezt írja híveiről, a rendelkezésükre álló kisfölterület nagy része igen alkalmas konyhakertészet folytatására. Ezt üzi tehát az egész lakosság, kora tavasztól késő őszig, lankadatlan buzgalommal. Ha nem csapásos az év, úgyé nem csupán a tőle 16 kilométernyire eső Marosvásárhely piacát árasztja el terményeivel, de társulva egész vagonokkal is, szállítja azt mind a két község lakossága messzebb városokba, innen ragadt rájuk a Murokország fővárosa tréfás Gúny név. Ők megtiszteltetésnek veszik e Gúny nevet, mert csakis az azt adó foglalkozási módnak, kiváltha szép gyümölcseiket e folyó évihez hasonló lefagyás terméseitől meg nem rabolja, köszönhetik a nehéz munkát méltán koszorúzó eredményt, a jelen terheinek elviselése mellett a jövő biztosítására is irányuló küzdelmeikben. 1907-ben Barabás Endre arról számol be, hogy Maros-Torda vármegyében már csak három faluban termelnek dohányt, ebből kettő, Lőrincfalva és Lukafalva, murokországi. A veteményekről szólva a következőket írja, a zöldségtermelés aránylag e megyében van a legjobban elterjedve a Székelyföldön. E tekintetben az úgynevezett nyárádmente emelendő ki, ahol a kisgazdaságok rendelkezésre álló kis területű, de a nyárád kiöntése által jól trágyázott szántóföldeket kertszerűen művelik, és nagy részben zöldségtermelésre használják fel. E vidéket emiatt a nép Murokországnak is nevezi. Már a múlt század 40-es éveiben is széles körben volt ismeretes Ilencfalva, Lukafalva nyárádmenti községek kerti veteményei. Révén, melyeket szekerekre rakva, Erdély különböző piacaira szállítottak el. Értékesítés céljából a nyárádmenti községek a káposztaféléket, murkot, ugorkát, burgonyát és hüvelyeseket termelik, míg Szászrégen körül pár száz falu hagymát termel. Az első világháború után megcsappan a Székelyfölddel foglalkozó helytörténeti munkák száma, s Murokország nevét is ritkán fedezhetjük fel nyomtatott szövegben. A múló évek azonban aszút érlelnek, Bözödi György Székely bánya című könyvének megjelenése új korszakot nyit a székelység múltjának és jelenének vizsgálatában. A magát mindenféle idilltől és hamis romantikától elhatároló író a murokországi veteménytermesztésről értekezve is a mögöttes társadalmi problémákat feszegeti. Ma már klasszikus számba menő munkájából idézzük a következő sorokat, Luka Ilencfalva és szomszédos községei a Murokországot létesítette meg. A nyárád áradása által öntözött és javított völgyben nagyméretű kertészkedést folytat a lakosság. Terményeikkel átvették a vásárhelyi piacot, a környékbeli szerb kertészek kétharmad része elköltözött, de messzi vidékre, Kolozsvár, Dés, Szeben, Brassó piacaira is elszállítják áruikat. Az értékesítésben már olyan jártasságra tettek szert, hogy vasúti kocsikat bérelnek ki hagymájuk, káposztájuk és veteményeik számára. Ősz elejéig terményeik jelentős részét foglalják le előlegekkel a viszontelárusító nagykereskedők. A Murokország kertészei azonban még csak az egyes forgórendszert ismerik a termelésnél, a Földműves Szövetség előadói most a hármas forgó megvalósítására ösztönzik őket. Bármilyen jövedelmező is a kertészkedés, még ennek a vidéknek a népe is csak mellékfoglalkozásként üzi. A gabonatermelés mellett. Egyetlen család sincs, amely egészen veteménytermelésre rendezkedett volna a kis 2-3 holdas birtokán. A termény eladásának legáltalánosabb módja azonban még ma is az, hogy a termelők átalvetőkben és kosarakban gyalog viszik be 5-16 km távolságról a vásárhelyi piacra, ami rengeteg időveszteséggel és fáradtsággal jár, de a piacra özönlés már vérében van a vidék szegény népének, az is megy, aki alig vihet valamit, reggelenként nagy csoportokban indul meg a falvak népe a város felé, útközben megtárgyalják a falu és a világ híreit. A piacra járás egyúttal társadalmi életüket is jelenti.
A felsorakoztatott adatokból egészen nyilvánvaló, hogy már több mint 100 esztendeje ezekben a falvakban feltűnő mennyiségben termesztettek zöldséget, s a lakosságnak ebből a művelési ágból szerzett jövedelme felkeltette mindazoknak a figyelmét, akik a terület múltját, illetőleg jelenét közelebbről szemügyre vették. Annan élő erdőben madarak dalolnak, széles suhanon a levélen, almák pirosodnak. Táncol a szél, táncol a szél, annan erdőt mélyén él. Látsz, látsz, és látsz, kezed fogom, patok partján hozom, gyönyörű dolgom. Táncolj velem a velem ment a lányán, lelkünk egybefor, örömmel jelván. Jön az éjjel, te hozzám eltűnt hegyek, zenélik az órán, suhanja réten, hűvítsünk világot, csillagos ég a bény.